Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! Pár nappal ezelőtt kis hazánkban minden valamire való településen nevelőket, pedagógusokat köszöntöttük. Mi pedig itt most díszoklevél átadó ünnepségünkön azok előtt tisztelgünk ma, akik példaadó pedagógus életpályájukkal kiérdemelték az arany, a gyémánt, vas vagy rubin diplomákat. Engedjék meg, hogy elsőként éppen ezért tisztelettel köszöntsem kedves öreg diákjainkat, hiszen ez az ünnepség elsősorban őróluk és őértük szól. Az ő nevükben is tisztelettel köszöntöm dr. Riptai Kálmán rektorurat, ünnepségünk fő védnökét. Köszöntöm Hegedűs Tibor urat, az EGRI tanító és tanárképzős öregdiákok baráti köre elnökét. Köszöntöm dr. Dobos József tiszteletbeli és örökös elnök urat. Tisztelettel fölkérem Hegedűs Tibor elnök urat, köszöntőjének megtartására fáradjon a mikrofonhoz. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a 25. prepanapi ünnepélyünkön meghívott kedves vendégeinket, dr. Liptai Kálmánt, az Eszterházy Károly Egyetem rektorát, aki ünnepélyünk fővédnöke. Köszöntöm a rubin, vas, gyémánt, aranydiplomásokat és a hozzátartozókat. A baráti kör megjelent tagjait és dr. Dobos József tiszteletbeli elnök urat. Ez az ünnep kiemelten az emlékezés és a találkozás napja. Emlékezünk az első magyar nyelvű EGRI tanítóképző alapításának 190. évfordulójára, melyet Pirkel János László EGRI érsek 1828-ban alapított és 1959-ig működött, majd 131 év után sajnos megszűnt. Kezdetben a Foglárféle nevelőintézetben kapott helyet a tanítóképzés. Az épület falára 2015-ben emléktáblát helyeztünk, és ma reggel koszorúzással tisztelegtünk, emlékeztünk Pirker Jánosra. 1852-ben a Líceumban folytatta a képzést 1949-ig, majd 1949 és 59 között a megszűnéséig a Cisztercita rendi gimnáziumban történt az oktatás, mely tanítóképzőbe a mi gyémán diplomásaink is jártak. Egy jellemző adat, az 1828-ban hétfő kezdte meg tanulmányait a tanítóképzőbe, a képzés utolsó évében, már a tanítóképzőben pedig közel 200-an kaptunk tanítói oklevelet. A pedagógus hivatásra kiváló tanárok és tanítók készítettek fel bennünket, olyanok, mint dr. Somos Lajos, dr. Lénárt János, dr. Kovács Vendel, dr. Suba János, aki itt van közöttünk, Apkarovics Endre, Vásárhelyi Józsi bácsi és még sokan mások. Ezen az ünnepen kiemelt figyelmemmel köszöntjük azokat, akik 70, 65, 60 és 50 éve kapták tanítói vagy tanári oklevelüket. A közel 4 évtizedes munkánkat becsülettel végeztük, szívesen gondolunk vissza a nehéz időkre, de a szép eredményes évekre is. Már 25 éve fontos esemény az EGRI tanító és tanárképzős öregdiákok baráti körének életében az ünnepi prepanap, melyet most itt rendezünk. Az éves munkatervünkben fontos szerepet kap az ünnepélyes diplomaosztó, melyet az egyetem és a rektorul segítségével szervezünk, amit most neki megköszönök. A munkatervben szerepel még a prepa hagyományok ápolására, a tanítóképző múltjának feltárása, a karácsonyi ünnepély megszervezése, a város rendezvényeinek látogatása, országjárás, színházlátogatás, pedagógiai és egészségű előadások szervezése. Jelenleg a baráti körnek 126 tagja van, ebből körülbelül 50 fő az, akik aktívan részt vesznek a rendezvényeinken, amit havonta tartunk. A negyedszázados évfordulón is emlékezzünk azokra, akik
megalapították a baráti kört. Köszönöm figyelmüket! Köszönjük szépen, elnök úr, ünnepi gondolatait, ahogy az el is hangzott, kedves vendégeink, az első magyar nyelvű tanítóképző épületében vagyunk, amely 190 éve alakult, és 90 éves hagyomány, hogy ilyenkor az ünnepségen mindig fölkötnek öreg diákjaink egy szalagot erre a prepazászlóra, a következő szöveggel. A tanítóképző alapításának 190. évfordulóján emlékeznek a prepás öreg diákok 2018. Tisztelettel fölkérem dr. Dobos József tiszteletbeli és örökös elnök urat a szalag felkötésére. Köszönjük szépen, mi is csak társulni tudunk ehhez a köszöntéshez. Őrizze ez a szalag mindig a mai ünnepségnek az emlékét, a ma díszoklevelőt lett kapók emlékére, tiszteletére. Ezek után tisztelettel fölkérem dr. Liptai Kálmán urat, az Eszterházi Károly Egyetem rektorát ünnepi köszöntőjének megtartására. Tisztelt öreg diákjaink, kedves vendégeink, sok szeretettel köszöntök mindenkit, és hát szeretném megköszönni a baráti kör elnökének, örökös elnökének, hogy belakták ezt az egyetemet, és nem vendégként jönnek ide, hanem hazatérnek. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez a legtöbb, amit el lehet mondani, hogy van értelme a mi létünknek, mert figyelünk a múltunkra. Szeretném megköszönni ezt a szívhez szóló emberi misét Buda Péter rektor úrnak, Buda Péter atyának, Buda Péternek, a egyetem és a rektor jó barátjának, hogy eljött és itt velünk ünnepel. Meghatottam, kezdek neki a mondandómnak, mert mikor készültem erre a mai napra, akkor kiszámoltam, hogy amikor a legöregebb diák végzett, akkor édesapám éppen 10 éves volt. Amikor a legfiatalabb ma ünnepel diák végzett, akkor pedig éppen elkezdtem az első osztályt. 2008. június 17-én, majdnem pontosan napra 10 évvel ezelőtt az Eduline hírportál így adott hírt az EGRI főiskolán megtartott eseményről, Prepa nap volt Egerben címmel. Ezen a napon 15 alkalommal ünnepeltek a prepák, emlékezve az első önálló magyar nyelvű tanítóképző alapításának 180 éves és az EGRI tanárképző főiskola 60 éves évfordulójára. Az ünnepség misével vette kezdetét, amelyet dr. Csizmadia István pápai prelátus címzetes prépost celebrált, majd a himnusz hangjai után Szövényi Zsolt, az Oktatási és Kulturális Minisztérium felsőoktatási főosztályvezetője méltatta történelmi korokat átívelő tanítói hivatást. Ismét eltelt egy évtized, nem próbálom a matematikai műveletet elmondani, többen is elmondták előttem, 10 évvel idősebbek lettünk, és 10 évvel öregebb lett minden hagyomány, aminek örülünk. Hihetetlen számok a történelem időtengelyét és az ember élet botladozó picinségeit tekintve is. A történelem, amely beágyaz bennünket egy politikai, kulturális és tudományos korba, csak a hátteret biztosítja egyéni életünk szövedékének. Ebben az emberi berejtékkel, gondokkal és örömökkel átszőtt földi életben igazi történéseink belül valahol nagyon elrejtve benne zajlanak. Ezért mondja az író, hogy a magányos órák többet változtatnak rajtunk, mint bármely más mulandó esemény.
Az emberi agy által nem fogható fel ez a gyorsuló világ. Ennek a gyorsuló világnak csak egy picinke szegletére próbálunk most rá pillantani. Egerre, az életünket, az életüket itt töltő prepák útjára, küldetésére. Tudnunk kell, hogy kik vagyunk, miért vagyunk, mi bennünk a közös szenvedély, ami az életen át végigrepít bennünket. 250 évvel ezelőtt Eszterházy Károly püspök, pont 250 éve, már éppen 6 éve folytatja alázatos és áldásos tevékenységét Egerben. És már állnak ennek a gyönyörű épületnek a főfalai. Meghatározza a következő évszázadokra Eger küldetését, a tudományok és művészetek támogatását, és egy működő egyetemet álmodott, amelyet legnagyobb bánatára, és mondhatjuk a mi bánatunkra is, nem sikerült ennek a géniusznak megvalósítani. Ismét egy kerek évforduló, 1768-ban a világ karakterét nagyformátumú uralkodók határozzák meg, amikor Eszterházy csöndesen dolgozik, második Katalin orosz, Mária Terézia Habsburg, második Nagy Frigyes, a porosz birodalom uralkodója. Háborúk és megkötött, majd felmondott szövetségek uralják az európai történéseket. A világpolitikában Kanada és Indonézia ekkor válik angol gyarmattá. Balmat és Packard doktorok ekkor másszák meg a Mont Blanc-t. Így volt, és így lesz, amíg a világ világ, hogy a csöndes alkotók, mint ami Eszterházynak is volt, egy viharos és bonyolult közegben teremtik meg saját szellemi gyermeküket. A későbbi körök sokkal jobban jellemzik majd ezek az alkotások, mint az uralkodók torzsalkodásai. Eger másik csodaembere, a bazilika építője, Pirkel János László 1828-ban, ahogy többször elhangzott, itt alapítja meg Magyarország első tanító, magyar nyelvi tanítóképzőjét, sokat téve a magyarságért, az oktatásért, a közös jövőnkért, nem mellesleg megteremtve Eger diákváros arculatát, és a főiskola, jelenleg egyetem, pedagógus képzés iránti elkötelezettségét. Világégések, az ember embernek farkasa időszaka jön, sírással és újraébredésekkel, küszködésekkel és botlásokkal keresi az emberiség önmagát. A líceum története csöndesen zajlik a háttérben, alázattal és emberséggel átitatott tanítóképzés folyik, amely megőrzi a vidék fiainak, lányainak reményét, hogy lesz egy jobb világ, egy szebb magyar sors. 1938-ban az intézmény első világi vezetője lép színre, a magánbeszélgetésekben oly sokszor dicsért, és mindenki által nagyra tartott, áldott emlékű Somos Lajos. Olyan karakteres tanárok lépnek ekkortárt az intézményben, mint az előbb hallott, említett Apkarovics Endre, Bakonyi Ferenc, Hamza Tibor, Vásárhelyi József, Molnár József, Kovács Vendel, Horvölgyi István. Az újabb háború elképesztő gyötrelmeit is túlélte a jövőbe vetett mély hit, és 1948-ban a Debreceni Egyetem tanítóképző főiskolája Egerbe teszi át a színhelyét. A tanítóképzés akkori zárófejezete 1958-59-ben volt. Amikor önök diplomát szereztek, és örökre ennek az intézménynek a hallgatói, polgárai lettek, nem voltak egyszerű idők. Amikor az első, a legidősebb diplomát megkapók, 1948-ban megkapták a diplomát, a világtörténelemben akkor gyilkolták meg Gandhit, akkor kötöttek a magyar-szovjet államok baráti és segítségnyújtási szerződést, ekkor osztották ki az első Kossuth díjat, és ekkor tartóztatták le Mindszenty József herceg primás érseket. 1953-ban, amikor a további diplomások kaptak diplomát ebbe az intézménybe, Crick, Watson és Wilkins ekkor rajzolta fel először a DNS-t. Ebben az évben volt a híres angol-magyar, magyar-angol 6-3. A Szovjetunió ekkor az első hidrogénbombát dobja le. Sztálin ebben az évben hal meg, és ugyanebben az évben második Erzsébetet királynővé koronázzák. Hogy a hegymászoknál maradjunk, mert hogy önök mindig egész életükben hegyeket másztak, ebben az évben Hillary és Tenzing megmássza a Mont Everestet, ami 8848 méter, és ami sokkal kisebb magasság, mint ami, ahova önök eljutottak.
1958 a következő dátum, ekkor alakul meg a NASA, az űrkutató intézet, ekkor választják 23. János pápává, és ekkor alakul meg az Európai Gazdasági Közösség. És a legfiatalabb diplomát kapóink, akik 1968-ban kaptak diplomát, atomsorompó tervezet, Yuri Gagarin halála, Robert Kennedy és Martin Luther King halála, és meg annyi bonyolultság. Mindezek a körülmények mellett éppen úgy, ahogy az Eszterházy és Pirker is tették, dolgoztak önök is, tették a dolgukat. Családot terveztek, gyerekeket neveltek, sírtak és örültek, építették a sokat szenvedett országot. De igazi sok örömük, igazi nagy formátumú teljesítményük természetesen a családjukon kívül, a gyermekarcokra varázsolt mosoly volt a magyar iskolákban. A körülmények nem voltak ideálisak, sőt az elemek olykor ellenségesek voltak, rágta a hitüket, a gyanakvó légkör, a körbenéző őszinteség, de önöket nem lehetett eltántorítani, megfélemlíteni, világra hoztak egy új nemzetet. Kézen fogták a családjukat, kézen fogták Magyarországot és a jövőt. Amikor szakmát választottam, édesapám gyakran mondta, sohasem akart befolyásolni, de azért többször elmondta, hogy tudom-e, hogyha tanár leszek, akkor a nemzet napszámosa leszek. Ezt nem értettem akkor, ma már tudom, és önök még jobban tudják, mit jelent a nemzet napszámosának lenni, szolgálni egész életen át az országot és a jövőt. Önök azok, akik meglátták a szurtos fiúban, lányban az orvost, a tanárt, a színészt, a mérnököt, de valójában nem a szakmát látták meg, hanem a nagybetűs embert, aki ő majd válni tud. Úgy gondolom, és a hitem az így szól, hogy lehetnék udvarias, nagyon sok szakma van, és nagyon sok szép szakma van. Ezek a szakmák mind süvegelésre méltóak, de ide van írva nekem a papírra felvállaltan a legszebb, mégis a tanári pálya. Ez az egy, ami egy jövőt ad egy közösségnek, jövőt ad egy országnak. Az ünnepi pillanatokban szeretnék egy pár mondatot arról is mondani, hogy ahol önök diákok, és valószínűleg tájékozottak, mert mindig is tájékozottak voltak, soha se engedték el a kezünket, azért mi is igyekeztünk. 2013-ban Sárospatak érkezett meg az Eszterházy Károly főiskolára, és ezzel megérkezett a tanítóképzés újra Egerbe. Egerben újra van tanítóképzés, nem engedtük el a kezét, és úgy gondoljuk, hogy lesz is, amíg a világ világ. 2016-ban nem magunknak vindikálva a győzelmet, de talán egy kis hitet, egy kis bizalmat mi is hozzátettünk ehhez a dologhoz. Eszterházy fantasztikus álma valósággá vált. Itt látják a zászló mögött a táblán is, az Eszterházy Károly Főiskola egyetemmé vált. Büszkeségünk tárgya, hogy egy picit többet valósítottunk meg, mint amit Eszterházy álmodott, Jászberény, aki ugyancsak a tanítóképzés szolgálatára esküdött föl, Gyöngyös is az Eszterházy Egyetemhez tartozik, sőt a magyarországi tankönyvek egy jó része is jelenleg itt íródik. A tanítói, tanári szakmájukhoz kapcsolódóan olyan program születik ma az egyetemen, ami a komplex alapprogram nevet viseli, és amely arra adatik, hogy újra formálja azt a világot, amit közoktatásnak nevezünk. Játékosan, kedvesen, emberi módon, a 21. századhoz szólva, de az önök kezét fogva. Ebben az évben a gyógypedagógiai képzéssel immáron mindenféle pedagógus képzést tud az egyetem. Úgy gondoljuk, hogy ezt a stafétabotot, amit önök adtak át nekünk, ezt fogjuk továbbadni a jövő nemzedékének. Köszönöm szépen, hogy itt vannak, köszönöm szépen, hogy Eszterházynak vallják magukat. Az Isten áldja meg önöket, jó egészséget kívánok, nagyon megtisztelő, és köszönöm a figyelmüket. Tisztelettel megköszönjük rektor úr szép pedagógus pályák előtt fejet hajtó történelmi korokat átívelő ünnepi gondolatait. Kedves vendégeink!
Nagyon szép hagyománya ünnepségeinknek, amikor a prepák köszöntik a prepákat saját versükkel, vagy pedig esetleg megemlékezésükkel. És az is hagyománya ünnepségeinknek, hogy mindig van valami meglepetés, kedves meglepetés is a műsorban. Mint például, ha valakinek a családtagja köszönti az ünnepeltet. Ilyen kedves megható percek következnek most. Először Velickiné Csák Judit adja elő saját versét Nagy Álmodók címmel. Igazából most én is nehezen szólalok meg a rektor úr beszéde után, és visszajött nekem az, amit a tanítókhoz írott versemnél ő mondta ki ezt, aki akkor utánam következett. Így most fordítottan, és én is nagyon meghatottan mondhatom ugyanezt. Nagy álmodók! Modern korunk híres nagyot álmodói, Pirker érsekünk és Károly Eszterházy. Egyik magyar nyelvű képzőről álmodott, másik univerzitásban gondolkodott. Álma mindkettőnek végül beteljesült, bár egymás mellé csak 200-addal került. De ami okoz még nekünk nagy örömet, mindkettő itt kapott városunkban helyet. Pirker nem elégedett meg a képzős álommal, megtoldotta a látványos, csodás nagy templommal. Megvalósult álma lett a rajziskola, képzővel egy évben volt, hogy megnyitotta. Ez az új iskola, s festmények gyűjtése, művészetpártolást mutat a készsége. Eger városképét buzgón szépítette, az egri vár nevét kifényesítette. Javított, hol tudott, gondos figyelemmel, atyaként törődött városa népével. Megelevenednek vissza a századok. Török ostrom óta gyűlnek a csillagok. Csodálatos egri csillagoknak lenni, Eger hírét, fényét ragyogóbbá tenni. Képző és egyetem járjanak karöltve, a körpatronálás szépen megköszönve. Együtt örülhetünk mindnyájan a mának, sok tanulni vágyó, szorgalmas diáknak. A tudás fontos lett, s nem csak régi korban, már majdnem első az értékrendi sorban. Kellene, hogy minden jó irányba menjen, s ne ütközzön össze a természetrenddel. Mert az ütközések pusztítják a földet. Örökül mit hagyunk hátra a jövőnek? Unokák élete lesz-e megfelelő? Lesz jó élelem, s tiszta víz, levegő? A mi álmodóink erre is gondoltak, s úgy valósították meg az álmaikat. Nem a pénzt hajszolták, nem a hasznot nézték, mindkettő bőséggel beleadta pénzét. Áldozattal győztek, és nem nyereséggel, saját pénzük adták jövő reményével. Nagy álmodóink itt olyan példát adtak, hogy még a mánál is távolabb mutattak. Fő jellemzőjük a régi korok lelke, sajnos ez manapság már el van feledve. Önzetlenségük és hazaszeretetük néma tettel üzen, s pecsétlődik nekünk. Cselekedeteik magukért beszélnek, nemes példát adva minden nemzedéknek. Szép Eger városa iskolaváros lett, régebben is az volt, de most emelkedett.
kívánom és hiszem, követőik lesznek, városnak, nemzetnek hasonlókat tesznek. Az egri csillagok egyre gyarapodnak, szerte a világban messzire ragyognak. Köszönjük szépen Velickiné Csák Juditnak ezt a kedves hangulatos álmot, és nem szoktam részrehajló lenni, de most az egyszer álljunk meg egy percre még ennél a műsorszámnál, ugyanis el kell, hogy mondjam, hogy Velickiné Csák Judit tegnap a parlamentben járt, ahol egy nagyon szép kötetet kapott ajándékba és elismerésül. Hirdettek egy pályázatot életmesék címmel, és oda Juditnak az Egri Történetek című írása került be. Gratulálunk ehhez, a kötethez. Reméljük, halljuk a következő prepanapi ünnepségeken. És most következzenek akkor a meglepetések. Először egy kitűnő fiatal művésznő, majd egy művész hajlamokkal megáldott kedves vendég következik. A művésznő ezt írja magáról. Orbán Borbála vagyok, 22 éves, 8 éves koromtól 14 éves koromig Szforák Katalinnál tanultam népi énekeket, ezután a Váci Pikéti Tibor konzervatóriumban végeztem jazz énekszakon. Érettségi után Pesten, az Etüdzenei konzervatóriumban sikeres OK-i és szakvizsgát tettem le jazz énekből, ahol tanárom Vinand Gábor volt. Jelenleg két duóm van és egy zenekarom. Gyakori föllépései vannak, a pozsonyi pikniken ott volt a Várkert bazárban. Ő játszotta a főszerepet egy párizsi verében, ugye Edith Piafot alakította, de ott volt operabálokon, kávézókban, fesztiválokon. Másik föllépünk így van. Kis Katalin vagyok, 27 éves. Szüleimmel és testvéremmel Bábolnán élünk, jelenleg Tatabányán élek. Az irodalom mindig is közel állt szívemhez, kisgyermekként és az iskolai éveim alatt is több versmondó versenyen vettem részt. A színészi pálya a mai napig számít életemben, de végül szociálpedagógia szakon végeztem a Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János főiskolai karán. Jelenleg is szociális szférában dolgozom, immár negyedik éve, családsegítőként. A versek mellett a rajzolás és a kreatív jelmezek készítése a hobbim. Áprilisban sikerült egy kisebb kiállítás keretein belül megismertetni rajzaimat a közönséggel. Ami pedig mindkettőjükben közös, hogy ugyanaz a díszoklevélre váló Dombrádi Emília örökifjú diáktársunk a nagymamájuk. Orbán Borbálától csángó és székely népdalokat fogunk most hallani. Kis Katalintól pedig Tóth Árpád köszöntő című versét. Fogadják őket szeretettel. Hasd ki, rózsám, a szökröket, legeltest meg szegényeket, bársony fűren ne hajtsd őket, mert elveszik a szüredet, s ha elveszik a szüredet, mivel takarsz be engemet. Van nekem egy cifra gúnyám, mit akarlak, kedves rózsám? Azt mondja, jak a kukmadár, nem sokáig élek én már. Sírba viszen a búbánat, meghalok rózsám utánad, s aki visznek az udvarra, borulj rája a koporsomra. Egy csírre ám egy pár könnyet, talán megírtem lem tőled. Felkelik így,
megvelt hajnalban. Megmostúztam minden bűneimtől, megkendőztem aranykendőzőmben. Kimenik én ajtóm elejébe, nyitva látom mennyország ajtaját, s azon fejjel egy rengő bücsücskét. Mellette van anyánk szűz Mária, s a lábával rengedgette vala. A lábával rengedgette vala, s a szájával mondogatta vala. Aludjál, aludjál, Istennek báránya, mert te jöttél világváltságára. Aludjál, aludjál, Istennek báránya, mert te jöttél világváltságára. Tóth Árpád köszöntő. Te kedves udvar, meghitt régi termek, te 50 éves drága iskola, ma minden régi híved újra gyermek, s köszönt, mint kisdiákok friss sora. Ma összegyűlünk e szelíd szigetre, melynek vihar nem ronthatja falát. Ma összebújunk szépen a szívedre, mint anya szívére a kis család. Ma nem fáj úgy, hogy sok vágy semmivé lett, mióta messze hagytuk falaid, hogy prózává hervasztotta az élet gyermekkorunk tavaszi dalait. Hogy gyakrabban látunk tövist, mint pálmát, s hogy hajunk is itt-ott már szürkülő, mint hogyha ifjúságunk aranyálmát búsezüsté alkudná az idő. S volt veszteségünk más is, sajgatóbb, mint az egyéni élet törpe búja. Volt fájdalmunk egekre jajgatóbb, egy egész nép nagypénte kiborúja. Rajtunk e bűn még csüggedezve árván, nehéz szívünk ettől kora öreg. Körültekintünk. Inte még szivárvány, a magyar húsvétot kiéri meg. És rád tekintünk, és megilletődve látjuk virágzó ifjúságodat, mely büszkén és bízón néz a jövőbe, s új 50 évet friss kedvel fogad. Csak emberlétben nagy szám az az 50, amely után már lejtős lesz az út. De a te pályád csak szebb ívbe szökken, minél több 50 évvé nő a múlt. Köszöntünk hát, ifjú, erős anyánkat, s még lábunk szentelt küszöbödre hág, úgy érezzük körödben újra áthat a szívedből áradó ifjúság. Újra tanítsz az életbe kimennünk, s büszkén vinni bölcs tudást, épp hitet, és vallani nem hullhat romba bennünk, amit a jó iskola épített. Jó iskolánk! Még sok-sok 50 évet érj meg, virulj, légy fénylő, tiszta, nagy, következ lüktessék az ifjú élet, 1000 meleg szív, 1000 büszke agy, nemes tanárok, sok nemes tanítvány hírét növeljék-e tisztes falak. S ne álljon meg közöttük soha hitvány, s ne roncsa fényük soha rúd salak. Úgy juss el a ma szent jövő elébe, mikor megint boldog lesz a magyar, régi erények, régi nagyság népe. Bár minkettán már rég a sírt akar, te élj helyettünk majd, és te neveljed unokáink is híven s igazán. S legszebb ünneped akkor ünnepeljed a feltámadás édes tavaszán.
Köszönjük szépen ezt a szép műsort a két kedves unokának. Igaztalásul mondom, hogy halljuk még őket a mai műsorunkban meglepetésekkel. Azt hiszem egyébként, hogy ebben a teremben ma nincs boldogabb ember az ő nagymamájuknál ilyen köszöntés után. Hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, kedves öreg diákok, díszoklevél átadó ünnepségünk, önök számára reméljük legemlékezetesebb pillanatai következnek. Tisztelettel fölkérem dr. Liptai Kálmán urat, az Eszterházy Károly Egyetem rektorát, hogy példaértékű pedagógus pályafutásuk elismeréseként adja át a díszokleveleket. Először a Rubin oklevelek átadására kerül sor. Akik most Rubin oklevelet kapnak, 70 évvel ezelőtt, 1948-ban az utolsó évfolyam volt, akik még az érseki római katolikus tanítóképző intézet és líceumban végeztek. Ez az intézmény az államosítás évében megszűnt. Rubin oklevelet kap Bernd József nevében veszik át. Csabai Ernő. Dézsi Zoltán a következő Rubin oklevelesünk. Greskó Sándor. Handó János kapja a következő Rubin oklevelet. Eljutatjuk neki, ha nincs most itt. Schiller István Flórián. És Urbán János. ...65 évvel ezelőtt, 1953-ban végzettek, akik most vas díszoklevelet kapnak. Ekkor állami tanító és tanítónő képző pecséttel látták el az oklevelüket. Ilyen oklevelet kap Oroszi Lászlóné. Pál Istvánné Kovács Klára. El fogjuk neki juttatni. Dr. Sándor Ferencné. És Suba Jánosné Nagy Rozália. Kedves vendégeink, nagy öröm volt, amikor Gárdonyi Géza nevét vette fel a tanítóképző, de hamar szomorúság követte, mert 1958-ban az utolsó évfolyam volt, akik az állami Gárdonyi Géza tanítóképzőben képesítőztek. 60 évvel ezelőtt végzettek, következnek, ők gyémánt díszoklevelet átvevők. Elsőként Baráz Máté István szólítom. Cufor András. Csabai Attiláné.
Dombrádi Emília. Az unokák büszke nagymamája. Fekete Sándorné Füleki Emília. Fenyves Sándorné. Földesi Tiborné Liptai Erzsébet. Gregor Endréné. Gyarmati Jolán. Eljuttatjuk neki. Hegedűs Tibor. Kaló Sándorné Varró Zsuzsanna. Kovács György. Lőrinc Dezső. Majoros Andrásné. Mátrai Gézáné Tóth Anna. Mészáros Józsefné Bakos Erzsébet. Mészárosné Kréti Viktória. Eljuttatjuk neki. Nagy Józsefné Gál Ilona. Pap Jánosné. Neki is el fogjuk juttatni. Rejh Antalné Fehér Gizella. Sebők Gyuláné. Sipos Károlyné. Szabolcska Péterné. Hű, de megfiatalodott. Szilágyi Andrásné. Szimet Tihamérné.
Tar Györgyné Faragó Anna Anikó. Tari Józsefné Krupa Magdolna. Zvara Lajosné. Zsitka Zsoltné. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink, legifjabb öreg diákjaink 50 évvel ezelőtt végeztek. Az intézményt akkor Egri Tanárképző Főiskolának hívták. Három aranydíszokleveles tagunk, akik a tanítóképzői diplomájuk után valamilyen szakot vagy szakokat elvégeztek az Egri Tanárképző Iskola levelező tagozatán. Az ő sorukat nyitja Elek Menyhért. Ugyancsak aranydíszoklevelet kap Kósa Péterné. Valamint Reich Antal. Köszönjük szépen rektor úrnak és kedves segítőnknek. Kedves vendégeink, valamennyi díszoklevelet átvett kedves öreg diáktársunknak, az Eszterházy Károly Egyetem társadalma nevében szívből gratulálunk, és kívánunk napsugaras szép napokat, hónapokat, éveket önöknek. Az ünnepeltek nevében Reich Antalné Fehér Gizella gyémántokleveles mond köszönetet. Kérem, fáradjon a mikrofon. Tisztelt rektor úr, tisztelt baráti kör, kedves kollégáim, nagyon-nagyon szép napra jöttünk itt össze, és nagy szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket. A pedagógus napon a tanítóknak, tanároknak mindig örömet jelentett, ha megemlékeztek róluk. Ma egy gyönyörűen felújított, és büszkén mondom ki, Eszterházy Károly Egyetem falai között ünneplésben van részünk, és ezt nagyon köszönjük rektor úrnak, Liptai Kálmán rektor úrnak, és a baráti kör vezetőségének. Ünneplésünk okát itt felsorolták már az 50, 60, 65, 75 éve, hogy átvettük a okleveleinket. Néhányan, mint szóba is jött, a napi munka mellett, és azért én ezt itt ki is emelem. Szereztek tanári végzettséget, és így jubilálnak velünk. 18 évesen, hogy már egy kicsit magunkról is szóljak, 18 évesen nagy lelkesedéssel léptünk ki az életbe. Hittünk a jövőben, és kerestük a célt. Ennek a jutalma ma, hogy arany, gyémánt, rubin, vas és rubin oklevelekkel ünnepelhetünk. Nagyon szép pillanatok ezek,
de meg kell, hogy emlékezzek, és erre egy pillanatnyi időt fordítsunk, azokról az iskolatársainkról, akik ezt a szép alkalmat nem élhették meg. Tisztelettel gondolunk rájuk, és nem feledjük őket. Hát én nem sorolnám föl, hogy mi minden zavarta a mi gyermekkorunkat, esetlegesen a fiatalságunkat, hiszen itt egy olyan szép történelmi áttekintésben volt részünk, csupán annyit emelek ki, hogy minden nehézség ellenére egy becsületes munka áll mögöttünk, és talán sikeres évek állnak mögöttünk. Szerettük, amit csináltunk, amit vállaltunk. Mi is volt ez? Fejleszteni, tanítani a magyar gyermekeket. Saját képzős osztályomat említeném meg, a hivatás tudatra. Más osztály hasonló példát tudna mondani, de ezt ismerem számszerűen. 1957-ben a 4. B osztályban 33-an vettük át okleveleinket, és léptünk ki az életbe. És ami szép benne, és amire büszkék vagyunk, hogy mind a 33-an megmaradtunk a pedagógus pályán. A tanítóképző, mi már az állami Gárdonyi Géza tanítóképzőben végeztünk. Emlékezzünk már vissza egy picit, hogy hogy is kezdődött a mi pályánk, a képzésünk, amely egy életen át kihatott ránk, mint említettem, hogy végig a pályán maradtunk. 14 évesen szinte többen szeleburdi gyerekként érkeztünk a tanítóképző első tanévnyitójára. Mellettünk ünnepeltek a gyakorlóiskola alsó tagozatos gyermekei. Velük többször folyosón is, hiszen egy szinten voltunk mi, negyedik vagy a bések, egyszer csak gyönyörű gyermeki hangon hallottuk, kis tanítónéni, kis tanító bácsi. Felemelő pillanat volt. Azt hiszem, akkor döbbentünk rá többen, hogy milyen feladat vállalására indultunk mi el. Tanáraink lassan tudatosították bennünk, hogy hogy kell egy prepásnak viselkedni. Példák voltak. Személyiségünket az ő példájuk formálta. Láttuk lelkiismeretességüket, pedagógiai érzéküket, mindenkor következetes elvárásaikat és türelmüket, ahogy felkészítettek bennünket, hiszen még mindig igencsak fiatalok voltunk. Visszagondolunk a diák évekre, milyen tulajdonságokat szerettünk volna kifejleszteni, talán a tanítványainkban is, ami a mi osztályainkban megvolt. Én már nem sorolnám fel, kiknek köszönhetjük. Elhangzott a tanári karnak a neve többségében. Hát követendő példák voltak, és a hivatás tudatunkat munkálkodva adódott, ja igen, bocsánat, mert most ugrottam egy gondolatot,
Tehát tudatosították bennünk, hogy prepások, tanítójelöltek vagyunk. És mi nem voltunk különleges fiatalok, prepások, csak hatott ránk iskolánk szelleme, tanáraink elvárása és a következetes példamutatása, és mindenben a szeretetteljes bánásmód velünk. Hát osztályainkban mi is elevenek voltunk, csintevések is előfordultak, amit jó mosollyal, kedves mosollyal tovább mentek, és nem szidalmaztak bennünket. Hát a képzés évei után a gyakorló év következett, 18 évesek vagyunk, és tanítani mentünk ki falura. Általában be kellett kapcsolódnunk a népművelésbe is. De erre is felkészítettek a tanáraink. A képzőben előre látóan, én úgy emlékszem, amikor még a mezőgazdasági munkában is, hogy tudjunk beszélgetni a falusi emberekkel. Ez egy nagyon szép időszak volt. Falun tanítottunk hosszabb, rövidebb ideig, vagy végleg, és ez felejthetetlen. Tehát összegezve a képzésünk lényegét, a tanítóképző felkészített bennünket arra a munkára, amit végeznünk kellett. Tanáraink példák voltak. Ki nem emlékszik vissza öltözetükre, megjelenésükre? Minden tanárunkról csak a szép, a mintaadás jutott eszünkbe, ami a gyakorló tanítónak is eszébe jutott, hogy hogyan kell megjelennie és viselkednie. Döntő, hogy milyen mintát adunk, és nagyon remélem, hogy ilyen mintát valamicskét szolgáltattunk mi is a tanítványainknak. Mi gyémántok levelesek, három osztályban tanítottunk, vagy tanultunk. Az A osztály fiúosztály volt. Azért említeném meg a három osztályt, mert itt is a tanárok munkáját lehet, vagy legalábbis szeretném érzékeltetni. A osztályfőnökük dr. Lénárt János tanár úr volt. Az egyik öreg diák így nyilatkozott. Elevenek, fölösleges energiával rendelkező társaság voltunk, tanulásra kellett fogni bennünket, magatartásunkat fékezni. Osztályfőnökünk apánként bánt velünk. Minden hétvégén kirándulásra mentek a Bükkbe, és mint még ma is visszaemlékszik az öreg diák, hogy nagyon-nagyon sok mindenre megtanította őket kirándulás közben. A B-osztályos lányok, hát feladatainkat általában jó szinten teljesítettük, hát egy kis elevenség volt bennünk, de ha vétséget elkövettünk, paptanár úr a lelki fröccsöt megadta, de mosolyogva, és éreztük, hogy szeretett bennünket. Dr. Suba János ifjú tanárként vezette a lány C-osztályt. Szerény,
jóindulatú tanárként osztályára nagy hatással volt. Tanítványai magatartásukkal, szorgalmukkal igyekeztek munkáját segíteni. Tanár úr végig azóta és évtizedeken át tartja a kapcsolatot tanítványaival. Igazi öröm számunkra, hogy dr. Suba János tanár urat itt köszönhetjük köreinkben, és további... és további jó egészséget kívánunk neki. Arra mi is büszkék vagyunk, végzett tanítók, hogy Eger elhangzott, de nem elégszer lehet mondani, az Eszterházy Károly Egyetem, tehát Eger egyetemi címet, az Egri Intézmény egyetemi címet, rangot kapott, és tudjuk, és a kívülállók is tudják, hogy itt színvonalas oktatómunka és kutatómunka folyik. Az elért eredményekhez gratulálunk Liptai Kálmán rektor úrnak és oktatóinak, és további eredményes munkát kívánunk. Valamint megköszönjük a baráti kör nevében, én fogalmazom meg, hogy mi itt otthonra és segítőkre találtunk. Nagyon köszönjük! Mielőtt búcsút vennénk ünneplésünk színhelyétől, a jubiláló kollégáimnak is köszönök mindent, és kívánok minden szépet és jót, sok örömet családjuk körében, örömet unokáikban, és jó egészséget. Kedves vendégeink és családunk, köszönjük, hogy velünk ünnepeltek. Családtagjainknak ezt így innen belülről kell, hogy mondjam. Köszönjük azt a türelmet, amellyel munkánk végzését segítették. Nem volt. Ha hivatással láttuk el, akkor bizony nem nagyon volt munkaidőnk. Végül Váci Mihály soraival búcsúzom. Nem volt könnyű élni. Nem volt könnyű sohasem. De érdemes volt. És mindig érdemes lesz, hiszem. Köszönöm, hogy meghallgattad. Köszönjük ezt a tartalmas életpálya hitvallást, és hát az élet úgy hozta, hogy történelmi pillanatoknak lehetünk részesei mai ünnepségünkön. Én hosszú évek óta részt veszek ezeken az ünnepségeken, de még nem emlékszem rá, hogy soha ilyen előfordult volna, mint ami most. Fogadják szeretettel Szilágyi Andrásné gyémán diplomást, aki osztályfőnöküket, Suba Jánost köszönti. Dr. Suba János tanár urat, volt osztályfőnökünket, magam és az osztálytársaim nevében. Köszönjük mindent abból az alkalomból is, hogy megérhettük a gyémán diplomát, és tanár úr tanítványai vagyunk. Köszönöm szépen, Erdike. Köszönjük, hogy tanácsokkal, jó tanácsokkal látott el az útra, amikor a nagy feladat előtt álltunk.
megköszönjük azt, hogy sok-sok tanítványának példaképe lehetett. Köszönjük a sok kirándulást, a sok jó tanácsot. Kívánjuk, hogy a jó Isten éltesse sokáig az emberi kor végső határa. Adjon erőt, egészséget, családja körébe. Igen, nagyon-nagyon. Kedves díszokleveles örök ifjú öreg diákok, Önöket köszönti most ünnepségünkön a már megismert két kitűnő művész vendégünk. Mi mást is énekelhetne köszöntésül most Orbán Borbála, mint nagymamája hitvallását. Nem bánok semmit, és még egy Piaf számot, a Padam Padamot. Ezek után pedig ezt a műsor részt, az énekes műsor részt zárja a nagymama kedvenc opera részletével. Utána pedig az éneket zongorán kíséri Páncél Kristóf zenetanár kollégánk, akit szeretettel köszöntök itt most. A műsorszám befejezésül pedig Kis Katalin tolmácsolásában Eszpák utas Orsolya Tanáromnak című versét fogjuk hallani. Fogadják őket szeretettel. C'était jour et nuit, c'était n'est pas nuit aujourd'hui. Il est bien dans ces lacs que je viens, traîné par 100 000 musiciens.
jour c'était mort au droit volet, mais quand t'es voulu dit pourquoi, mais il m'a coupé la parole, il parlait toujours avant de moi, et sa voix couvrait ma voix. Padam, 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 il m'a fait la coupe du souviens-toi. Padam, 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 il m'a fait la coupe du souviens-toi. Padam, 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 d'habitude on padam à deux doigts. Et je traîne après ma commune d'heure, cet air qui sait tout par cœur. Et dire rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour. Il n'est pas dans ces pas que je m'en, avec tes souvenirs sur les bois. Et moi, je revois ce qui reste. Mes voix sont des battres tambours, mes voix sont des battres qui gestent toute la comédie des amours sur cette air qui va toujours. Padam, 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 de je t'aime de 14 juillet. Padam, 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 de toujours connaissait ton rapé. Padam, 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 de vêtu on va la barbaquer. Et tout ça pour ton père juste une dure, c'était qui sait tout par cœur. És akkor csak egy-két szó erejéig, hogy nagymamámnak nagyon sok szeretettel éneklem ezt az opera áriát, Händeltől a Lássák jobbjánga. Nem az erősségem, de nagyon sok szeretettel mindenki másnak is. Thank you.
Köszönjük szépen. Páncél Kristóf. Ez Pál és Kutasi Orsolya tanáromnak. Tudom, hogy egykor, nem most vagy rég, az iskola ajtaján belépve nem tudtam mit, hogyan s miképp. Az értelmem is csak nyílt, lassan, csendbe. Aztán beléptél. A mosoly ott csillogott ajkadon s szemedbe. Tudtam. Én megmutatom, jó tanítvány leszek a kezedbe. Tanultam. És minden óra hozott számomra új és új csodát. S te, kedves tanárom, kezembe adtad, mint egy édes almát a tudást. Akkor még oktalan, keresőn botladozva, nem tudtam, mit is kaptam én. Mennyi magot rejt magában az alma, s mennyi vergyökeret lelkem beremén. Azok a magok, melyek akkor ott belém szorva gyökeret hoztak, már a lombos ágakként sorakoznak. Minden ágon ragyog a tudás hatalma, mint megannyi piros, mosolygós alma. Most én hintem őket gyermeki szívekbe. Hiszem, e magok jól el lesznek vetve, s újra gyümölcsöt hoz a tőled kapott alma. Köszönöm. És hogy valamennyiünk számára emlékezetessé tették díszoklevél átadó ünnepségünket, kívánunk nekik életpályájukon még nagyon sok vastapsos sikereket az életben. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves díszokleveles ünnepeltjeink! A 25. prepanapi ünnepségünk végéhez közeledünk. Hallgassuk most meg Hegedűs Tibor elnök úr zárszavát, majd ünnepségünk befejezéseként Vörösmarty Mihály szózata fog fölcsendülni, amelyet kérem, hogy majd állva hallgassanak meg. Ilyen szép, megható és tartalmas ünnepély után nagyon meghatódva tudok beszélni. Köszönöm szépen a műsorba fellépők fáradozását, köszönöm szépen azoknak, akik segítették munkánkat és sikerekben gazdaggá tették ezt az ünnepét, és szívből gratulálok az ünnepelteknek. Műsorunk ezzel tulajdonképpen véget ért, de a mai programunk még nem. Szeretettel és tisztelettel hívom kedves vendégeinket, a diplomát kapókat, a baráti kör tagjait, és azokat, akik közreműködtek a mai műsorunkban a dísztermi fogadásra. Köszönöm szépen, hogy megjelentek. Vörösmarty Mihály, szózat. Hazádnak. Rendületlenül légy híve, ó magyar, bölcsőd az, s majdan sírod is, mely ápol s eltakar. A nagyvilágon e kívül nincsen számodra hely. Áldjon, vagy verjen sorskeze, itt élned, halnod kell. Ez a föld, melyen annyiszor apáid vére folyt, ez, melyhez minden szent nevet egy ezred év csatolt,
Itt küzdenek a honért a hős Árpádnak hadai. Itt törtek össze rabigát, hunyadnak karjai. Szabadság! Itt hordozák véres zászlóidat, s elhultanak legjobbjaink a hosszú harc alatt. De annyi bal szerencse közt, oly sok viszály után, megfogyva bár, de törve nem, él nemzete hazán, és népek hazája nagyvilág, hozzád bátran kiállt. Egy ezredévnyi szenvedés kér, éltet vagy halált. Az nem lehet, hogy annyi szív hiába ont a vért, s keserben annyi hű kebel szakadt meg a honért. Az nem lehet, hogy ész erő és oly szent akarat hiába sorvadozzanak egy átok súly alatt. Még jönni kell. Még jönni fog egy jobbkor, mely után buzgó imádság epedez százezrek ajakán. Vagy jönni fog, ha jönni kell, a nagyszerű halál, hol a temetkezés fölött egy ország vérben áll, s a sírt, hol nemzet süllyed el, népek veszik körül, s az ember millióinak szemében gyász könnyül. Légy híve rendületlenül hazádnak, ó magyar! Ez éltetőd, s ha elbukál hantjával, ez takar. A nagyvilágon e kívül nincsen számodra hely. Áldjon, vagy verjen sorskeze, itt élned, halnod